Sziasztok! Jó estét, jó napot mindenkinek! Szeretettel köszöntjük vendégeinket és benneteket a mai Szerda Estik a MOLSZ-ban program keretében. Azt gondolom, hogy a mai este az idei programsorozatunk egyik legizgalmasabb estéje lesz. Két remek vendéggel, Surányi Györggyel és Bokros Lajossal. Azt gondolom, hogy nem kell őket nektek bemutatni. Izgalmas időszakon a magyar gazdaságban, még izgalmasabb a világgazdaságban, világpolitikában, tehát azt hiszem, hogy ma este lesz miről beszélgetnünk. Erről az egész programról élő közvetítés van, úgyhogy köszöntjük a komputerek előtt ülő nézőinket is. A menetrend az lesz, hogy az első részben két kérdező társunk teszi fel a kérdéseket, Bicsek Ferenc és László József, és utána, amikor majd ti kérdeztek, akkor az már műsoron kívül lesz, tehát azt már nem közvetítjük élőben, talán akkor még szabadabb és lazább lesz a mai este. Akkor tartalmas estét, programot kívánok mindenkinek. Jó estét kívánok! Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Elnézést kérek azért, hogy tegezem az urakat. Ennek az oka, hogy 50 éve ismerjük egymást, illetve most már több mint 50 éve. A Magyar Néphadsereg idézőjelben legértékesebb alakulatánál szolgáltunk együtt. És hát sok mindent értünk át. Nagyon, nagyon érdekes volt. Legalább... Nem, most jön majd a java. Igen. Egyébként az is egy ilyen válságos időszak volt, 72-73. Hát akkor jött az első olajválság, ugye olajárrobbanással és egyebekkel, és stagflációval követve a dolgot. És van, aki szerint a mostani helyzet is kicsit hasonlíthat erre, hogy akkor azt mondták, ugye, hogy begyűrűzik az olajválság, de hozzánk mégse gyűrűzik be az olajválság, mert mi olyan jó szovjet olajszerződéseket kötöttünk, hogy olcsó olajjal tudjuk ezt a dolgot átvészelni. És most meg olyan jó orosz szerződéseink vannak, hogy ezt átvészeljük, és 50 év telt csak el azóta. Mi a véleményetek erről? Van mindenkinek mikrofonja. Lajos, tiéd, amik pálya. Azt gondolom, hogy nem lehet ilyen könnyen összehasonlítani 50 évvel ezelőtti helyzetet a maival. Különösen azért nem, mert ugye a szovjet világrendszer az megszűnt, és még kevésbé azért, mert fölemelkedett Kína, ami akkor a világgazdaságban teljesen jelentéktelen tényező volt, és szinte mindenből önellátó volt. Most azonban egy olyan világgazdasági helyzet van, ahol mindenki összefügg mindenkivel. Ennek következtében, ha most az energia résznél maradunk, akkor ki kell emelni azt, hogy bizony azokban az országokban is jelentkezik valamilyen formában az energiaválság, ha másban nem az árak emelkedésében, amelyek egyébként önellátók vagy önellátók lehetnének. Ilyen például az Egyesült Államok, amelyiket ugye az 50 évvel ezelőtti olajválság nagyon súlyosan érintett, aztán a 78-79-es másik olajválság is súlyosan érintett. Ma pedig mindenki csak azért van gondban az Egyesült Államokban, mert fölment az olajár. De hát ennek meg az az oka, hogy azok egy kicsit okosabbak és ilyeneket, hogy ársapkákat nem vezetnek be. Gyuri? Egyetértünk. De ez a válság, és akkor nem viccelném el a dolgot, hogy most mennyire a szankciók miatt történik minden, majd arra is ki fogunk térni. Ez nem egy olajválság. Tehát, hogy ne, mert úgy közelítetted meg, szerintem nézzük inkább, vagy az én kérdésem akkor arra vonatkozik, hogy akkor ez most egy milyen válság. Hogy a háború miatt van a válság miatt van a háború, nagyon sok dolog érít össze, és szerintem érdemes akkor
mert azt látom, hogy a magyar gazdasági újságírás, meg gazdaságpolitikai elit is itt van a sorokban, a korábbi is, meg a mostani is, tehát nyugodtan lehet komoly kérdésekre komoly válaszokat adni. Talán meglepő lesz, amivel kezdem. Nekem az az érzésem, hogy egyelőre nincs válság. A válság az valami sokkal súlyosabb annál, mint amit ma látni. Egyelőre még nem csökken a termelés sehol, nem növekszik a munkanélküliség, sőt, Egyesült Államokban történelmi mélypontján van a munkanélküliség. Az Európai Monetáris Unióban soha ilyen alacsony nem volt a munkanélküliség. Igen, infláció van, ez kellemetlen. Az európai országoknak nagyon komoly és nagyon érzékeny cserearányvesztesége van, ami ugye azt jelenti, hogy a megtermelt jövedelemnek egy tekintélyes része elveszik. Ugyanakkor azt hiszem, hogy egyelőre még csak recesszió sincs, megyünk felé, jó eséllyel lesz recesszió, de válságról én egyelőre még nem beszélnek. Tehát ilyen szempontból még nem vonható párhuzam a 73-as olajválságot követő periódus és a jelenlegi periódus között. Ugye attól különleges nagyon ez a korszak, hogy a Covid által okozott gazdasági kihívás, én inkább így hívom, az tényleg teljesen új helyzeteket teremtett. Én olyan tanulmányokat olvastam, amelyekben például, vagy amelyekből az volt kiszűrhető, hogy úgy függesztették föl a termelést, hogy közben nem ment semmi tönkre, és amikor visszapattant a Covid után, visszamehettek az emberek a munkájukra, akkor lett hirtelen akkora a kereslet, hogy behozzák az elmaradást. Ezt te írtad? Vagy csak, ja, csak köszöntél valakinek? Igen, hogy emiatt lett óriási a hiány, és akkor ez gyűrűzött tovább. Meg a helikopterpénz miatt, amit a járvány idején szétszórtak gyakorlatilag, és az infláció az részben ezt a pénzt égeti el, nem? Tehát, hogy ezért nincs válság, mert hogy csak ilyen kompenzációk vannak, és nem igazi bezuhanása a keresleteknek. Kérdezem, és akkor majd folytatom. Szóval azt hiszem, hogy a Covid idején egy nagyon világos és nagyon jól kitapintható, nagyon erőteljes visszaesés következett be. Minden országban 5-6-7-8%-kal zsugorodott a termelés. A jövedelmek nem zsugorodtak messze ilyen mértékben, mert az én ízlésem szerint irányát tekintve helyesen a költségvetések olyan anticiklikus politikát folytattak, olyan költségvetési kiadásokat eszközöltek, ami jövedelempótlást jelentett a munkájukat elvesztőknek. Ebben a tekintetben nagyon eltér az Egyesült Államok és Európa, mert megint a saját ízlésem szerint az amerikaiak azok piackonform módon válaszoltak erre. Tudnélik, nem arra adtak pénzt, hogy egyébként versenyképtelen tevékenységeket életben tartsanak, és ott megtartsák a foglalkoztatást, hanem arra adtak pénzt, hogy akik elveszítik a munkahelyüket, azok túléljék ezt az időszakot emberi körülmények között. Bizonyos szempontból, és az inflációnak ez egy nagyon fontos tényezője az Egyesült Államokban, bizonyos szempontból túlmentek a normalitáson. Tehát például az, hogy kiterjesztették a munkanélküli segélyt, az teljesen rendben van egy ilyen helyzetben, mert az amerikaiaknál sokkal szigorúbb a munkanélküli ellátás, mint Európában. Az is rendben van, hogy a központi költségvetésből megemelték a heti munkanélküli segély összegét. Az azonban nincs rendben, hogy hetente 600 dollárt fizettek Trump idején a munkanélkülieknek a szokásos segélyen fölül, ami azt jelentette, hogy a munkájukat elvesztők, itt 18 millió emberről beszélünk, tehát nagyon sok, a munkájukat elvesztőknek a 65%-a nagyobb jövedelemhez jutott, mint amikor dolgozott, termelni meg nem termelt. Ezt még megfejelte a Biden adminisztráció azzal,
hogy ott nem 600-at, ott csak 450 dollárt adtak hetente, ezért ott csak kb. 40-45% kapott több, jutott több jövedelemhez, mint amikor dolgozott. És ehhez jön, amit a Józsi említett, a helikopterpénz, ami ugyancsak azt hiszem, hogy irányát tekintve, technikáját tekintve egy ilyen helyzetben indokolt. Ez ugye azt jelenti, hogy alanyi jogon kaptak 2000 dollárt az amerikai állampolgárok, mindazok, akiknek a keresete az évi 70 000 dollárt nem érte el, és a gyerekek is. Na most nem az a baj, hogy 2000 dollárt fizettek Trump alatt is, és Biden alatt is két részletben, de 2000-et körülbelül, hanem az, hogy az amerikai medián jövedelem az körülbelül ilyen 35 000 dollár. Na most, hogy a medián jövedelem kétszereséig adták ezt a pénzt, az teljesen felelőtlen. Ez olyan jövedelem többletet hozott létre, körülbelül 2500 milliárd dollár a többletpénzügyi megtakarítás az Egyesült Államokban, ami az inflációt keresleti oldalról is fűti, egyelőre nem érintettük a kínálati oldali, és azok még fontosabbak talán. Európában viszont arra fizettek pénzt, hogy a Kurzarbeit címszó alatt, hogy megtartsák azokat a tevékenységeket, amelyeknek egy része valószínűleg versenyképtelen, és a felpattanás után sem ért vissza. Tehát az Egyesült Államokban egy rendkívül gyors struktúraváltás következett be, a munkájukat elvesztők a felpattanás idején nem oda mentek vissza, ahol voltak, hanem egészen más helyekre, Európában pedig hát a struktúrát megmerevítő támogatásokat adtak jószerivel. Úgyhogy és hogyha pedig az inflációt akarjuk nézni, akkor mind a két helyen nagyon-nagyon jelentős a kínálati oldali hatás, amit Lajos említett, ugye a felpattanás után és felpattanás közben a szállítási láncok megtörtek, kiderült, hogy alul investált a fosszilis termékeket előállító iparágak, ennek következtében nem tud, többek között a dekarbonizáció okán is nem investáltak eleget a földgáz és kőolaj feltárásba. A fellendülő gazdaság igényeit a kínálat nem tudja kielégíteni. Beindult egy deglobalizáció, egyfajta egyensúly helyreállítás következik, aközött, hogy a legolcsóbb helyen kell termelni, vagy a legolcsóbbat úgy is kell értelmezni, hogy a legbiztonságosabban. Minél hosszabb a szállítási lánc, annál jobban sérül a biztonság, és ezt ebben a szituációban világosan látja mindenki. És akkor erre jön az, hogy az Egyesült Államokban a bérek is lényegesen gyorsabban növekednek, mint korábban, nagyjából duplája 6-6,5%-kal, és hát ez e fölött jön még az orosz-ukrán háború. Bocsánat, én attól tartok, hogy sokan félreértik azt, amit mondasz, hogyha azt mondod, hogy nincs válság, akkor megkérdezem, hogy és baj sincs? És egyszerre kérdezem tőletek, tehát nyugodtan válaszolok, Lajos is. Kiegészíteném azt, amit Gyuri mondott, és akkor ezek szerint hosszabb szövegekre is van lehetőség. Nem érdemes belemenni abba a vitába, hogy mi az, hogy válság. Én elfogadom azt, hogy abban az értelemben, ahogyan 70-80 éve az üzleti ciklus visszaesést követő szakaszát válságnak hívják, ezt a jelenlegi válságot, ha úgy tetszik, vagy stagnálást még nem lehet ilyen értelemben visszaesésnek és válságnak minősíteni. De azért válságjelenségek vannak, és teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk őket, ezek nagyon súlyos gazdasági kihívást jelentenek, ha nem is az Egyesült Államoknak, de például a fejlődő országok jelentős részének. Szerintem van energiaválság és élelmiszerválság, ami nem ez az üzleti ciklus jellegű válság, tehát itt egyetértünk, de van egy más természetű válság. Ugye nagyon lényeges, hogy a
Ukrajna és Oroszország mind az energiahordozók kivitele, mind pedig a gabonafélék kivitele szempontjából rendkívül nagy súllyal szerepel a világkereskedelemben. Inkább az élelmiszerről beszélnék, mert az kevésbé ismert. Ukrajna és Oroszország kifejezetten a gabonafélékről van szó, és azonból is elsősorban a kukoricáról és a búzáról. Bizonyos években a világ export 40%-át adja. Na most ennek a kiesése, különösen a háború első szakaszában, amikor ugye ellaknásították a ukrajnai kikötőket, nagyon-nagyon súlyosan érintette azokat az országokat, amelyek lényegében ebből a gabonakivitelből élnek. Tessék elsősorban a közel-keleti országokra gondolni, ahol hát ugye vízhiányában az égvilágon semmilyen gabonaféle nem termelhető meg. Következésképpen ilyen országok, mint Egyiptom, az 100%-ig rá van fűzve ennek a két országnak a gabona exportjára. Na most itt az árak tényleg nagyon magasak lettek, és ennek az a jelentősége aztán, hogy mindazokban az országokban, ahol nem ársapkákkal, meg ármerevítéssel és ártorzítással dolgoznak a kormányok, aminek egyébként hihetetlen sok kára van, haszna pedig nulla, ezek, ha úgy tetszik, visszagyűrűznek ezekbe az országokba. És nézzük meg, az Egyesült Államokban is, az Európai Unióban is, Magyarországon is, amelyek, ha úgy tetszik, megtermelik a saját élelmiszer szükségletüknek a jelentős részét, az élelmiszer árak bizony jelentős mértékben megnövekedtek. Tehát ez a válságjelenség, vagy hogy minek hívjuk, az kevésbé érdekes, de azt lehet látni, hogy ez egy iszonyatos törés a világgazdaság szempontjából. A másik, amire ki szeretnék térni, az a dupla válság, nevezetesen a koronavírus válság és ennek az energia plusz élelmiszer válságnak az együttes hatása. Ezek túl közel voltak egymáshoz, és túlságosan egymásra rakódtak. Azzal egészíteném ki a Gyuri által elmondottakat, hogy ugyan egyetértek azzal, hogy egy olyan válságot, mint a koronavírus válság, azt igenis költségvetési lazítással és többletkereslettámasztással enyhíteni, kezelni kell, nem megoldani, mert a válságokat nem lehet megoldani, csak kezelni és enyhíteni. De óriási hiba volt az Egyesült Államokban is a munkanélküliségi ellátás mellett, hogy a többi támogatás az nem volt célzott. A költségvetési támogatásnak olyan válság esetén, amelyik bizonyos szektorokat drámaian érint, más szektorokat meg egyáltalán nem. A költségvetési támogatásnak szigorúan célzottnak kell lenni. Tessék gondolni arra, hogy hirtelen eltűntek az emberek az éttermekből, a szállodákból és a légitársaságok vendégei közül. Ezért viszonylag jól lehetett azonosítani, hogy melyek azok a területek, ahol tényleg iszonyatos visszaesés és iszonyatos válság, ha úgy tetszik, még klasszikus értelemben vett válság is rögtön kibontakozott, és ezeket kellett volna támogatni, nem mindenkit általában. Magyarország is elkövetett rengeteg hibát, arról biztos majd külön beszélünk, mert nem a hiteltörlesztési moratórium kellett volna, hogy az egyik vezérfonala legyen a kormány intézkedésének, hiszen egy csomó embernek a jövedelme egy félérrel nem csökkent pusztán attól, hogy a koronavírus válság megjelent, de nyugodtan tudták volna törleszteni ugyanúgy, hanem azokra kellett volna célozni a támogatásokat, akik ilyen értelemben elszenvedték ennek a visszaesésnek a hatásait. Na most a dupla válság meg azért érdekes, mert amit a Gyuri mondott, hogy helikopterpénz meg egyebek, ez olyan mértékű inflációs nyomást állított elő
egyébként nem csak költségvetési, hanem már pénzpolitikai, azaz monetáris oldalról is, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy a jegybankok túlhúzták alaz a pénzpolitikát az Egyesült Államoktól az eurozónáig, és Magyarországig, és Oroszországig, tehát azért ez egy általános hiba volt, és nagyon lényeges, hogy az inflációnak rengeteg oka van, de arról majd biztos külön fogunk beszélni. A jegybankok, ha emelik az alapkamatot, hogy legyőzzék az inflációt, akkor agyon csaphatják a gazdasági növekedést. Ha leállnak az alapkamat emeléssel, akkor az infláció tovább nő. Van-e ebből a csapda helyzetből valamilyen kiút? Talán onnan érdemes indulni, hogy elkerülhetetlen volt-e az, hogy ilyen infláció legyen. Hát abból, amit a Lajos mondott, egyértelmű, hogy elkerülhető lett volna. Ehhez egyébként megfelelő időben, összehangoltan, sokkal kevésbé laza költségvetési politikát kellett volna folytatni már a pandémia alatt is, és különösen a pandémia után. Ez elsősorban egyébként az Egyesült Államokra igaz, mert Európában azért lényegesen szigorúbb volt a költségvetési politika, mint a tengeren túlon. Másrészt pedig a jegybankok megint elsősorban az Egyesült Államokban, de Európában is nagyon nagy mértékben túlzásba vitték a lazítást. Tehát nekik is antiinflációsan kellett működniük, lazítani kellett a kondíciókat, de a kondíciók lazítása és a nem ortodox eszközöknek a használatát túlzásba vitték. Itt van még egy nagyon fontos dolog, amiben nem fogok elmerülni, mert nagyon szakmai. De ugyanaz a technika, amit 2009-10-11-12-ben használtak, hogy tudnék, a jegybank megtriplázta a mérleg főösszegét, tehát a jegybank pénztömeget megnövelte, ugyanaz a technika, ami akkor nem vezetett inflációra, 2021-22-ben durván az inflációt növelte. Ennek az az egyik nagyon fontos oka, hogy 2009-10-11-ben a jegybank pénztömeg növekedése nem csapott át a széles értelemben vett pénzmennyiség növekedésébe, tehát a széles értelemben vett pénztömeg nem emelkedett, ennek következtében az infláció sem tudott emelkedni. 20-21-ben ugyanez a technika, tehát a mennyiségi lazítás, a negatív reálkamat, az állampapírok korlátlan vásárlása, ezek ugyanúgy a mérleg főösszeget növelték, de azonnal lefordítódott a pénztömegnek a 15-16%-os növekedésére, amihez nem kell monetaristának lenni, hogy az ember tudja, hogy 15-16%-os pénztömeg növekedés mellett nem tud 2-3%-on maradni az infláció, meg kell emelkednie. Hogy mi az oka ennek, ebben most nem mennék bele, ha lesz kérdés szívesen, de ez is hozzájárult ahhoz, hogy az infláció így felgyorsult. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy el kellett volna kerülni. Ami a kínálati oldalról érkező inflációs nyomást illeti, arról speciál a gazdaságpolitikai irányítói nem nagyon tehetnek. Tehát az, hogy a szállítási láncok megszakadtak, hogy hiány van a félvezetőkben, csipekben, hogy nincs kellő kínálat az energiahordozóknál, hogy a háború is tovább eszkalálta az energiaárakat és az élelmiszerárakat. Ezekhez alkalmazkodni lehet, és az alkalmazkodásnak az egyik módja, hogy sajnos emelni kell a kamatokat, hogy a másodlagos hatásai az inflációnak, a tovagyűröző hatásait megelőzzék. Ez természetesen a növekedés visszafogásával jár, adott esetben visszaeséssel jár, de a választás abban az értelemben nem csapda. Ha jegybankok ilyenkor elalszanak, nem reagálnak, vagy félszívvel reagálnak, akkor ennek az a következménye, egy elhúzódó hosszú inflációs folyamatnak leszünk a tanúi, mint a 70-es, 80-as évek elején, aminek a reálgazdasági hatása, az életszínvonal hatása, az sokkal súlyosabb. Tehát igen, száraz lábbal nem lehet ebből kijönni,
visszaesés nélkül nem lehet kijönni, munkanélküliség növekedés nélkül nem lehet kijönni. Csak az a kérdés, hogy a görbe alatti terület mekkora. Az időbeni reagálás az biztos, hogy sokkal-sokkal kisebb áldozatokkal jár. De ha jól értem, amiket mondasz, ez így általában a világra jelentős, mondjuk a példáid között az Egyesült Államokra való utalás, és aztán az Európai Unióra, de én nagyon szeretném, hogyha gyorsan hazajönnénk, mert Magyarországon pedig sokkal rosszabb a helyzet, sokkal magasabb az infláció, és azt szeretném tudni, hogy akkor ebben mennyi a kormány felelőssége. Lajos, neked való. Óriási. És nem csak a kormányé, hanem a jegybanké is. Nem akarok átmenni tanárba, de amikor az infláció kérdését Magyarországon taglaljuk, tehát egy kicsi nyitott gazdaságban, akkor érdemes elmondani, hogy az inflációnak legalább 5 forrása lehet. Osztályozzuk a dolgot, lehetnek belső okai, és lehetnek külső okai. A belső okok közül kiemelendő a sokáig túlságosan laza pénzpolitika, a sokáig túlságosan laza költségvetési politika, harmadikként a bérek túlságosan, a névleges bérek túlságosan nagymértékű emelése, ami meghaladja a termelékenység növekedését. Negyedikként, ha a bankok túlhitelezik a gazdaságot. És ötödikként, amit most nem részletezek, hanem összefoglalom külső okként, a begyűrűző infláció. Egy kicsi és nyitott gazdaságban, ahol az energiaár meg egy csomó minden más külső adottság, ez valóban tényező és hat. De az első négy, Feri, ha megengeded még a kifejtést, annyiban, hogy az első négy az így vagy úgy bizonyos mértékig a kormány számlájára írható, legelsősorban ugye a költségvetési politika és a jövedelempolitika, vagyis a béremelés. De ha úgy tetszik, az állam számlájára írható a jegybankpolitika is, tehát a pénzpolitika, nem a kormány, hanem az szélesebb értelemben vett állam számlájára. Na most itt nyugodtan megmondhatjuk, hogy nem csak a Fed aludt el a volánnál, hanem a Magyar Nemzeti Bank is. És ez azért különösen érdekes, mert évekkel ezelőtt lehetett tudni, hogy ennek ez lesz a vége, és most nem a magam névtábláját akarom fényezni, de több helyen megírtam, hogy ha egy jegybank túl sokáig, túl alacsonyan tartja a kamatot, akkor ennek majd az lesz a vége, hogy utána túl magasra kell emelni annak érdekében, hogy azt a hitelességi hiányt, amit ezzel okozott, visszaszedjen. Tessék elképzelni, hogy nagyjából Romániában és Magyarországon azonos az infláció, nagyjából. 1%-ponttal kisebb állítólag Romániában. És mennyi Magyarországon a jegybanki alapkamat? 13%. És mennyi Romániában? 6,75. És ha 13-mal nem bírta megállítani lényegében, és csak azért nem emelték tovább a 13-at, mert a jegybank elnöke mondott egy oltári nagy hülyeséget, nevezetesen, hogy befejeztük a kamatemelést. Komoly jegybank vezető ilyet nem mond, mert tudja, hogy az inflációnak vannak külső okai, ami nem az ő hatásköre, és nem az ellenőrzése, illetve irányítása alá eszik. Esik ehelyett a monetáris politikának azokat az eszközeit használták, ami lényegében ugyanezt az eredményt hozza, de nem jelenik meg látványosan a jegybanki alapkamat további emelésében. Tehát Magyarországon egyértelműen és világosan a kormány, illetve a jegybank felelőssége elsődleges annak az inflációnak az előidézésében, amit ma kétségkívül komoly mértékben megnövel a külső tényező hatása. Az elveket tekintve nyilvánvalóan teljesen egyetértünk.
Néhány konkrét számot mondanék, hogy világos legyen, hogy Lajos mire utal. Azzal kezdeném, hogy Magyarországon ma reggel jöttek ki az októberi inflációs számok, 21,1% a teljes infláció, és ami ennél még fontosabb, hogy 23,7% a maginfláció. Az Európai Monetáris Unióban 10,7% a teljes infláció, és 5,7% a maginfláció. Tehát az az infláció, ami megtisztítunk a kvázi a külső hatásoktól, energiaáraktól és a feldolgozatlan élelmiszeráraktól, az Magyarországon 4-szer magasabb, mint az Európai Monetáris Unióban, ami azt mutatja, hogy nálunk az inflációnak a motorja nem a külső sok hatás, az is hat természetesen, hanem a félrevitt belső gazdaságpolitika, a fiskális, a jövedelmi és a monetáris politika. A fiskális politikában a túlzott lazaság mit jelent? 2017 után a magyar gazdaságpolitika átállt erre a blöffre, erre a nagy nyomású gazdaságra, a high pressure economy-ra, ami nem más, mint a gazdaság keresleti oldalról való túlfűtése a fiskális jövedelmi és monetáris politikai eszközökkel. A magyar gazdaság növekedési üteme a 2010-16 közötti átlagosan 2%-ot alig elérő növekedésről fölment 5%-ra, 5% fölé 17 és 19 között. Ez pont kétszerese a potenciális növekedési ütemnek, és ez természetesen egy nem fenntartható, nem egyensúlyőrző politika volt. A túlfűtés úgy jött létre, és abban lehet látni, hogy 17-től egyenes arányban évről évre gyorsul az infláció, évről évre romlik a külső egyensúly, plusz 6%-ról ebben az évben már mínusz 8-9% lesz a folyófizetési mérleg hiánya. Az infláció az 0%-ról megy föl most ugye 20-ra. Az infláció nem most kezdődött a háborúval, hanem már 2020. januárjában 4,7 volt az infláció, 2022. februárjában meg 8,3 volt az infláció, és ahhoz képest gyorsultunk tovább. A fiskális politikában két elemet szeretnék kiemelni. A potenciálisat, az organikusan fenntartható növekedést, kétszer meghaladó növekedési ütem esetén a költségvetés hiányát nem 2%-on kellett volna tartani, hanem le kellett volna vinni nullára vagy szuficitre, mert ezzel csak túlkeresletet csinált, de ennél van egy még fontosabb tényező, amire nem szoktak figyelni, hogy Magyarország évente 3,5%-nyi átlagban 3,5%-nyi transferben részesül az Európai Uniótól. Emögött a transfer mögött belföldi pénzügyi megtakarítás, vagyis adójövedelem nincs. Ezt a magyar kormány költi el, ez ugyanolyan túlkeresletet okoz, mint hogyha a költségvetés deficitet csinál, azzal a különbséggel, ami nem lényegtelen persze, hogy az emiatt bekövetkező külső egyensúlyromlást deviza oldalról fedezi a brüsszeli átutalás. De az inflációs hatása, a túlkeresleti hatása az itt van. Ennek a pénznek az elköltése csak akkor nem lenne inflációs és egyensúlyt romboló, hogyha lenne kihasználatlan munkaerőkapacitás, lennének kihasználatlan versenyképes tőkekapacitások, és mindezek exportfejlesztő beruházásokban csapódnának le. Most ebből a háromból egy sincs Magyarországon 2017 után, következésképpen ez csak inflációt és külkereskedelmi mérleget ront, fizetési mérleget nem, mert mondom, a deviza oldalról a pénz az beérkezik. A jövedelempolitikában az elmúlt 6 évben kétszámjegyű a nominális bérnövekedés. Az átlag termelékenység növekedés 16 és 22 között nem haladja meg az 1%-ot évente. Ehhez képest van kétszámjegyű nominális bérnövekedés. Ez alaptankönyv, hogy ebből csak infláció tud lenni. A monetáris politikában pedig a negatív reálkamatok mellett, amelyek negyedévről negyedévre egyre negatívabbak lettek a reálkamatok, ahogy az infláció gyorsult, és 2001 nyaráig a Nemzeti Bank hozzá se szagolt a kamatokhoz,
negyedévről negyedévre emelkedett a negatív reálkamat, és 2001 nyarán már ilyen 3-3,5%-os volt a negatív reálkamat. Hozzá kell tennem, hogy azóta se szigorított a Nemzeti Bank, mert ma, a mai inflációs adatok mellett, ha 18%-os kamatot veszem irányadó kamatnak, még egy kicsit nagyobb is a negatív reálkamat, mint egy évvel ezelőtt volt. Tehát a kezét tessék figyelni a Nemzeti Banknak, ne azt, amit dumál, mert a duma az az, hogy szigorít, de facto nem. A másik pedig, hogy öntötte még be a pénzt a rendszerbe, olyankor is, amikor semmi indoka nem volt. A növekedési hitel, mint eszköz 2017-ig rendben volt. Az nem volt rendben, ami köztörvényes bűncselekmény, hogy fix kamaton helyezte ki 15 évre, 0%-on a pénzt a jegybank. De a konstrukció maga, hogy kell segíteni a hitelezést, az rendben volt, mert kontraktálódott a hitelállomány. De 17-től már kétszámjegyű a hitelállomány növekedése, semmi indoka nincs annak, hogy a növekedési hitelt kiterjessze, bevezesse a növekedési kötvényt, és 2020-21-ben legalább kétszer annyi állampapírt vásárolt, mint amit egyébként a válság indokolt volna. Ezért olyan mennyiségű túllikviditás jött létre a rendszerben, olyan hitelállomány növekedés jött létre, ami természetesen az inflációban csapódik le. Úgyhogy mindezt összetéve valóban mind a három ágán a jegybank is hozzá, és az állam hozzájárul. És akkor azt kell mondanom, hogy igaza van a miniszterelnöknek, ha nem lenne a háború és nem lenne a szankció, fele ennyi lenne az infláció. Csak azt kell hozzátenni, hogy azzal a 10%-kal számoljanak el, mert az homemade, az hazai előállítású infláció. Ha nálunk 10 lenne az infláció, azt mondanám, hogy úszunk az árral. Az történik, ami a világban. De nálunk pont kétszer akkora, a maginfláció meg négyszer akkora. Azt képzelem, hogy persze nem pontosan ilyen alaposan, mint ahogy ti elmondtátok, de hogy akár lehet a magyar kormány közelében is szakember, aki nagyjából ezeket nincs. Szerintem mondjuk, ha lenne ilyen szakember, és ti elmondhattátok volna, akkor is megkaptátok, elmondtátok ráadásul, ugye elolvasható volt, mert nem ott benn, de hozzáférhető volt ez a tudás. De nyugodtan mondhatta azt akkor ott a kormány vezetője, hogy, vagy így visszatekintve erre az időszakra, hogy na és, megérte. Mert az egész a választás szolgálta. Ahhoz, hogy megnyerje a választást, lehet, hogy szüksége volt erre a kockázatra. Az a kérdés, hogy szerintetek is, ha megúszható ez az egész, mondjuk nem használnék durva kifejezést, tehát ez a felelőtlenség, akkor a kormányzásnak lehet, hogy még működik. Mert hogy van idő, most akkor beszigorítanak, és majd valahogy visszakapaszkodnak. Ez már politikai kérdés. Tehát innentől kezdve... Tőlem nem szokatlan. Nem, csak szeretném leszögezni, hogy értékválasztás kérdése, hogy szeretünk-e politikai okokból olyan gazdaságpolitikát folytatni, ami kifejezetten káros az országnak, vagy tudjuk, hogy mi a káros gazdaságpolitika, és ezért olyan politikát, pártpolitikát folytatunk, ami nem választja ezt a gazdaságpolitikát. Tehát ez egy nagyon lényeges különbségtétel. Azt is lehetett tudni tavaly ősszel, illetve nem tavaly, hanem már tavaly előtt, hogy azok a lépések, amik esetleg egy ilyen többletkereslet kialakításához vezetnek a választások előtti időszakban, az semmiféleképpen nem szolgálja a gazdaságnak a javát és a fölépülését, különösen olyan körülmények között, amikor ugye elmondtuk mind a ketten, hogy az alaphelyzet az nem indokolta ezt a további túlfűtését a gazdaságnak, mert valóban nem voltak kihasználatlan erőforrások, sem emberi, sem technikai, sem építőanyag, sem gép, sem semmi az égvilágon. És ilyenkor egy prociklikus, azaz ciklust erősítő, a keresletet tovább fokozó, fölösleges állami túlköltekezés és lazított jegybanki politika, valamint lazított jövedelempolitika, az vagy
az inflációban vagy és az eladósodásban ölt testet. Más alternatíva nincsen. Hát, lehet, hogy nekünk már akkor részbe kellett volna kapni, amikor kezdett bedőlni a forint, most nagyon egyszerűen fogalmazva, mert hogy valószínűleg már a forint, euroforint árfolyam, dollárforint árfolyamban is azt köszönt vissza, amit mondtatok, hogy hiteltelenné kezdett válni a gazdaságpolitika. Ez egy picit bonyolultabb. Itt arról van szó, hogy a jegybank rendkívül felkészült vezetői 8 éven keresztül azt mondták, hogy az árfolyamnak nincs hatása az inflációra. Na most ez egy igazi magyar innováció, és ilyet mi másnak? Hát ha egy nyitott kis gazdaságban az árfolyam nem meghatározó szerepet tölt be az aktuális és a várható inflációban, akkor visszaadom a bizonyítványomat és a diplomámat. És amit minden, kezdeményeznek. És minden. Mások. Na, ilyen nincs a világon. Na most egészen 2020 márciusáig, tehát a pandémia kitöréséig szándékosan értékelte le és engedte le értékelődni a forint árfolyamát, abban a tévhitben, hogy az a strukturális problémákat elfedi a magyar gazdaságban, segíti az exportot, fékezi az importot. Megint jó lett volna, ha valaki elmagyarázza a döntéshozóknak, hogy a magyar export 80%-át olyan multik adják, akik mélyen beágyazódva a szállítási láncokba, teljesen függetlenül döntenek a termelésükről, ahhoz képest, hogy a forint árfolyama éppen hol áll. A Mercedes nem azért rendel Magyarországról autókat, vagy az Audi gyártja a motorokat, hanem azért, mert van Kínában, Egyesült Államokban, Európában kereslet a terméke iránt. Ha mi álmot látunk az árfolyam alakításában, attól ők nem fognak még ide se többet, se kevesebbet hozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy voluntarista módon föl lehetne értékelni a forint árfolyamát, mert azt az előző 12 év jegybanki vezetése megtette, és az is nagyon káros volt, és nagyon sok bajt okozott az országnak. De eddig ők tudatosan leértékelték a forint árfolyamát, vagy hagyták, hogy leértékelődjön. 2020 április elején, március végén megijedtek. A forint 2-3 hét alatt nagyjából 25-30 forintot gyengült az euróhoz képest, és akkor szemben a világ összes jegybankjával a válság, a pandémia válság egyik legsúlyosabb periódusában szigorítani kényszerült a Magyar Nemzeti Bank. Tehát nem lazított, mint az ECB, a Federal Reserve, hanem szigorított. Ugyan sunyi módon tette, mert nem azt mondta, hogy megemelem az alapkamatot, hanem bevezetett egy overnight betétet, és az overnight betétet vitte fel két lépésben, mert az első nem is volt elég, annak érdekében, hogy a forintot stabilizálja. Innentől kezdve fut a pénze után a szószoros értelmében a jegybank, mert egyrészt rájöttek arra, hogy azért egy ilyen leértékelődés az például a pénzügyi krízist ki tud váltani, hogyha korlátlanul szabad esésbe megy egy deviza. Másrészt pedig, hogy azért ennek az inflációra is van hatása. Hát ha megnézzük, nagyon leegyszerűsítő, hogy mitől van nálunk kétszer akkora headline és négyszer akkora maginfláció, mint a monetáris unióban, hát van egy apró tételünk. A forint az euróhoz képest 15-17%-kal, a dollárhoz képest 30-32%-kal értékelődött le. Ehhez képest az olaj és a földgáz importja a teljes belföldi felhasználásnak a 85%-a. Ezek azonnal bejönnek a magyar árakba, és tovább gyűrűzik mindenhova. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. És a forint, és az, hogy a jegybank az inflációs célkitűzés rendszerében működik, most tegyük félre, hogy nekem nagyon komoly fenntartásaim vannak ezzel a működési kerettel kapcsolatban, de azt félreértik, az nem azt jelenti, hogy az inflációs célkitűzés rendszerén belül érdektelen az árfolyam alakulása. Az egyik nagyon fontos
eleme az inflációs célkitűzés rendszerére felépített modellnek éppen az implicit árfolyam alakulás. Ha ők az árfolyamot folyamatosan és tudatosan viszik le, attól az infláció emelkedni fog. És itt egy fontos dolgot még szeretnék mondani, egyetlen mondat, hogy 2014 és 2019 között úgy tűnt, mintha a tankönyvek tényleg nem működnének, mert kétszemjegyű béremelkedés volt, értékelődött le nominálisan a forint, reálban is egyébként, ami az a fontos, hogy reál leértékelődés megy végbe, negatív reálkamatok, sőt egyre emelkedő negatív reálkamatok voltak, és nem látszódott az inflációnak a vészes gyorsulása. Ennek két oka volt. Az egyik, hogy a túlkereslet és az inflációs nyomás egyrészt lecsapódott a Lajos által is említett külső egyensúly megindult romlásában, másrészt pedig a világpiacról deflációs sok kérte a magyar gazdaságot, felére mentek le az energia és a nyersanyagárak, és az Európai Monetáris Unió mintegy 6 éven keresztül deflációval küzdött, tehát árcsökkenéssel küzdött. Úgyhogy ami romló forintunkon keresztül árcsökkenést importáltunk, a belföldi inflációs motorokat lehűtötték a külföldiek. Pont a fordítottja annak, mint ami ma történik, hogy megvannak a belföldi inflációs motorjaink, és ezt még fel is erősíti a külső hatás. Beszéljünk egy kicsit a bérekről. Ugye az Európai Unión belül van egy egyesség, egy egyezmény arra nézve, hogy bevezetnek egy az egész unióra érvényes minimálbért. A kereskedelmi kamara elnöke... Nemzeti sajátosságokat... Igen, pontosabban. Lajos fog erre válaszolni, de a precíz dolog az úgy szól, hogy egységes elvek alapján minimálbért, ami azt mutatja, hogy a medián keresethez képest mekkora legyen a minimálbér. Tehát nem arról van szó, hogy Magyarországon holland minimálbért kell bevezetni. Luxemburgi. Igen, de Jóska is erre gondolt. Nem csak. De se a luxemburgit, se a hollandot nem szeretné például a kereskedelmi és iparkamara elnöke, aki azt mondta, hogy ő nem támogatja ezt az egyezményt, és nem támogatja, hogy ehhez Magyarország csatlakozzon. Mit gondoltok erről? Én is elolvastam ezt a bizonyos egyezmény tervezetet, és azt kell mondjam, hogy papírtigris. Nyugodtan lehet hozzá csatlakozni, mert olyan szép elveket fogalmaz meg, hogy azzal nyugodtan alszunk, anélkül, hogy többletkárt okoznánk a magyar gazdaságnak. Azért annyit még egyetértek Lajossal teljesen, annyit azért szeretnék ezt hozzátenni, hogy a magyar gazdaságpolitika eredményeként már a Magyarországon a legalacsonyabb Euróban számolva a minimálbér Bulgária után. Tehát ez biztos, hogy abnormális. Kettő, az egy félreértett gazdaságpolitika, amelyik az olcsó bérekkel akar versenyképes lenni. Ez nem azt jelenti, hogy voluntarista módon lehet emelni a teljesítménytől, termelékenységtől függetlenül, egyensúlytól függetlenül a béreket, de én nagyon kevés olyan országot láttam eddig, a dél-kelet-ázsiai kistigrisek talán egy ideig, Kína egy ideig, de ma már Kína sem, amelyek az olcsó béreken keresztül lépkedtek előre. Tehát egy olyan országban, ahol rendkívül jelentőssé vált a munkaerőhiány, ahol nagyon alacsony a termelékenység, egy ilyen országban arra hivatkozni, hogy az olcsó bérekkel akarunk versenyképesek lenni, az egy lehetetlen misszió, egy megvalósíthatatlan misszió. Mert nincs olyan munkaerő kínálat, nincs olyan utánpótlás, amiből az éhkopra jutott emberek tömegeit lehetne bevonni a termelésbe. Ráadásul ezeknek a hozzáadott értéke a termelésben rendkívül csekély, és az egész gazdaságot visszaveti. Itt jön elő az, hogy magas hozzáadott érték felé kellene menni, magas hozzáadott értéket viszont 4 általánossal vagy 4 elemivel nem lehet. Aki viszont 8, 12, 20 osztályt végez,
azoknak viszont van, vagy van jövedelemigénye, vagy ha ezt nem elégítik ki, akkor sajnálatosan elhúznak az országból. Hát megint egy politikai karakterű kérdés lesz, amit fölteszek, hogy mégis úgy néz ki, hogy az Európai Unió megmenti a magyar kormányt, egyre több olyan hír szivárog ki, vagy így értelmezhető híreket lehet hallani, hogy meg fognak állapodni, végül is elég sok dologban megadta magát a magyar kormány, érdemlegesekben szerintem nem, de most az is érdekel, hogy szerintetek érdemlegesekben, illetve megadta magát, de ami sokkal jobban érdekel, hogy mentővet dob-e eurót, annak kell-e tekinteni mentővnek, amit az Európai Unió újabb helyreállítási alap és a következő ciklus forrásai átutalása jelentenek majd Magyarországnak, és akkor esetleg folytatják ugyanezt a gazdaságpolitikát, hiszen nem szembesülnek azzal, amit csináltak. Ugye, tolas. Vagyis mitől változhat meg az eddig folytatott gazdaságpolitika, hogyha megkapják az Európai Uniótól a várt pénzeket? Nem tudom, szabad-e még egy mondat erejéig visszatérni az előző kérdésre? Szabad. Mert onnan szeretném folytatni, ahol Gyuri abba hagyta, nevezetesen, hogy a kiműveletlen emberfők sokasságának bővített újratermelése Magyarországon ideológiailag alátámasztott kormánypolitika. Ez nagyon fontos, mert ennek gazdaságpolitikai következménye van. Az, hogy az oktatást ilyen mértékben szakmányban zülleszti, sőt szétveri a kormány, annak pontosan az az értelme, amit egyébként azt hiszem Bolyár Gábor is mondott a minap, hogy olyan típusú munkaerővel akarja elárasztani a kormányfő az országot, amely nem alkalmas másra, csak erre az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő jellegű termelésre, ami az export a kiviteli oldalon fontos. És miután nem is akar olyan jellegű termelést támogatni, amelyik magasabb hozzáadott érték és ezáltal magasabb bér elbírálásával és elbírásával képes lenne az országot előrevinni, ezért egy ördögi kör alakul ki, nevezetesen, hogy nem lehet túl futtatni a béreket, vagy ha igen, akkor muszáj leértékelni a forintot annak érdekében, hogy euróban számolva a bérköltségek ne növekedjenek azoknál a szektoroknál, amelyek kivitelre érzékenyek. Ez szerintem egy nagyon fontos része a politikának, mert szó nincs arról, amit sokan ugye általános célként kitűznek és föltételeznek, hogy mindenki abban lenne érdekelt, hogy ez az ország a technológiai haladás, a termelékenység növekedés, a kiművelt emberfők sokasságának négyzetes szaporítása eredményeképpen előre jusson és felzárkózzon Európához. Erről már régen nincsen szó, tehát ezt föl kéne végre ismerni. Most itt jön be a képbe szerintem az, amit te kérdezel, nevezetesen, hogy egyrészt ugye mit kapunk és mikor, másrészt a te kérdésed, Józsi, hogy akkor ez esetleg bármilyen változást esetleg kikényszerít. Én nem vagyok bennfentes, tehát nem tudom megmondani azt, hogy mikor mit fogunk kapni, de az a véleményem, az az érzésem, az az elképzelésem azon az alapon, hogy 5 évig voltam európai parlamenti képviselő, és nagyjából ismerem az európai struktúrákat, hogy az Európai Unió végül is fogadni valamennyi pénzt, de nem az összeset, nem akkor, hanem később csöpögtetve, mert végső soron az Európai Uniónak nem érdeke, hogy Magyarország csődbe menjen. Abszolút nem érdeke. Másik oldalról viszont látni kell, hogy az európai struktúrák azok nagyon bonyolultak. Ugye először is van egy európai parlament, aztán van egy európai tanács, aztán van egy európai bizottság, ez már 3 testület. Ezek között nincs feltétlenül egyetértés Magyarország megítélését illetően. Ráadásul mind a 3 testületbe különböző országok, különböző pártjai és politikusai ülnek,
akik között jelentős nézeteltérések vannak, és ez azért fontos, mert a magyar probléma Németországtól Franciaországig belpolitikai problémává válhat és válik. A helyzet egy kicsit rosszabb, ha úgy tetszik, abból a szempontból, hogy a Tavares jelentés után, ami ugye 2013-ban volt, és a Sargentini jelentés után, ami 2018-ban volt, most idén az Európai Parlament egy sokkal kritikusabb véleményt fogalmazott meg Magyarországról, amelyik ezeket a feltételeket kiprovokálta, amiket most próbál az Európai Bizottság velünk szemben alkalmazni. És ezeknek a feltételeknek a jelentős részét legalább formálisan muszáj teljesíteni, mert akkor az Európai Bizottságnak azok a politikusai, akik szembenéznek a saját országaik európai parlamenti képviselőivel, azok nem fognak tudni megállni a lábukon. Tehát ez a lényeg. Magyarország nem önmagában fontos, mert az európai hadszintéren, ha így fogalmazhatok, a geostratégiai jelentősége az országnak konvergál a nullához. Belpolitikai jelentősége van, mert az a kérdés, hogy van-e olyan pont, ahol meg lehet akadályozni a nem demokratikus, vagy illiberális, vagy önkényuralmi jellegű fekélynek a további elmérgesedését az Európai Unió testében. Tehát azt gondolom, hogy lesz pénz, de nem annyi, és nem akkor, és nem fog kiváltani semmilyen változást. Ez önmagában. Más kivált. Gyuri. Hogyha még szomorúbb képet nem, tudsz esetleg festni. Az érzésem, hogy a pénznek a túlnyomó nagy részét meg fogjuk kapni. Amiről egyáltalán szó van, hogy felfüggesztésre kerül, az a teljes 7 éves csomagnak, hogyha a rekonstrukciós alapot is figyelembe vesszük, a 15-20%-a. Tehát 80%-ot akkor is megkapunk. Épp tegnap döntöttek arról, hogy az agrárszférában 8,4 milliárd eurót megkap Magyarország. Tehát én szerintem az, hogy kapunk vagy nem kapunk, nem osztszoroz. Mert hogy amit kilátásba helyeznek, hogy nem adnak oda, az persze nem jó Magyarországnak, de nem rajzolja újra a makrokereteket. Hogy lehessen érzékelni körülbelül, hogy miről van szó, ebben az évben Magyarországnak a külföldi finanszírozási képessége az nagyjából olyan 10-12 milliárd eurónyi deficitet fog mutatni. Ez a magyar GDP-nek nagyjából a 7-8%-a. Azon vitáznak a szakértők, hogy eléri-e majd a 9-et, meglátjuk, ez nagyban függ attól, hogy az év hátra lévő részében az energiaárak hogy alakulnak. Ehhez képest a 10-12-13 milliárdos deficithez képest az uniós transfer évente nagyjából a fele. A másik felét még mindig a nemzetközi pénz- és tőkepiacokról kell behozni, mert hogy a győzelmi jelentések ellenére a pénzbeni működő tőke beáramlás Magyarországra nagyon kevés. Sőt, a úgynevezett tévedések és kihagyások sor a fizetési mérlegben azt mutatja, hogy ennek a hiánya, hogy ez a hiány, ez a tévedések és kihagyások, ez a szokásos 1,5 milliárd eurós mínuszról olyan 3,7 milliárdra ugrott, ami nagy valószínűséggel tőkemenekítésnek a következménye. Tehát azt kell mondanom, hogy fele körülbelül, jó esetben a felét finanszírozza az Európai Unió, a többit kívülről kell. A jó hír az, hogy Magyarországnak a devizában denominált külföldi adósságállománya jelen pillanatban alacsony. Nagyjából a GDP 12-14%-án van, ez egy nagyon kedvező helyzet. A rossz hír az, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy nagyon hosszú ideig egy ilyen deficittel elevickeljen a magyar gazdaság, mert föl lehet venni a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon évente 5-6-8 milliárd eurónak megfelelő összeget,
Az egy más kérdés, hogy az ország helyzetéhez képest nagyon-nagyon kedvezőtlen feltételekkel jutunk ezekhez a pénzekhez. Hogy miről van szó? Magyarország ugye egyelőre az Európai Unió tagja, az OECD tagja, befektetésre javasolt kategóriában van. Ehhez képest a 10 éves euróban denominált magyar állampapíroknak a hozama az 6,5-7% között van euróban. Hogy lehessen érzékelni, a nem befektetésre javasolt Görögország 4,8%-ot fizet. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak a kockázati prémiuma a német államkötvényekhez képest nagyjából 450 bázispont, 4,5%, ami egy junk kategória fizet ekkora felárat. Ez nagyon sok, és ez azt jelenti, hogy ha ilyen körülmények között nekünk egyre nagyobb mértékben kell kimenni a nemzetközi pénz- és tőkepiacokra, akkor egy pár évig ez mehet. Csak ebben az esetben elkezdődik egy dinamikus, devizában történő eladósodás. Azért dinamikus, mert erről eddig nem volt szó, és azt gondolom, hogy Lajossal ebben nincs, nem lesz ebbe se vitánk. Én úgy látom, hogy szó nincs arról, hogy 2024-ben Magyarország visszatér egy 4%-os növekedési pályára. 2023-ban a kormány szerint is valahol nulla körül leszünk. Én ezt egy pozitív szenáriónak gondolom. Nulla mínusz nulla. Igen, tehát én aláírnám most a nullát. És 24-ben nem, mitől fogunk növekedni? A költségvetés nem expandálhat, a béreket nem lehet emelni. A magánszektor 18%-os, vagy 15, vagy 12%-os kamatoknál nem fog beruházni. A fogyasztás, a reálbérek, reáljövedelmek csökkenni fognak, a fogyasztói kereslet nem fog nőni, és Európában sem gondolom, hogy valami szárnyaló növekedés indulna be, ami az exportkeresletet annyira fellendítené, hogy itt a gazdaság jelentősen növekedjen. Úgyhogy egy stagnálás körüli gazdaságban évente a GDP 4-5-6%-ának megfelelően eladósodni, hát az nem egészséges. Mármint, hogy így növekedjen. De még ebben az esetben is azt kell mondanom, és ez a relatív jó hír, hogy szerintem Magyarország nincs csődveszélyben, sem ma, sem 2-3-4 éves horizonton, feltéve, hogy a világban nem történik valami nagy összeomlás. Ez azért érdekes, amit mondasz, és ugye azt mondtad az elején, hogy szerinted nincs válság. De már árnyaltuk a beszélgetés közben. Az IMF mostani közgyűlésén ott volt Nouriel Roubini, ugye Dr. Doom, végzett professzor, ki a 2008-as válságot megjósolta, és ő hivatkozott arra egy Niall Ferguson nevű történészre, hogy szerencsések leszünk akkor, ha a mostani válság csak olyan lesz, mint a 70-es években, és nem háborús, mint a 40-es években. Ennek az esélye szerintetek megvan-e? Tudom, hogy nem vagy. Ti, mint történészek. És Roubini szakértők. Nem a történelem érdekesít, hanem a világpolitikai, geostratégiai csillagállás, zárójel konstelláció értékelése. Azt hiszem, érdemes hozzátenni az eddigi beszélgetéshez egy nagyon fontos dolgot, nevezetesen, hogy Kína gyors növekedése, ami az elmúlt 30 évben csak nem átlagosan évente kétszámjegyű, de akárhogy is számoljuk, 8-9%-os növekedést eredményezett, ennek vége. Ez megszűnt, és lehetett tudni ezt is, hogy meg fog szűnni, ugyanis arról van szó, hogy amikor egy ország eléri az úgynevezett közepes jövedelmű, vagy közepesen fejlett országoknak a szintjét, és a mások által levetett technológia átvételéből, valamint az alacsony bérekből és a mezőgazdaságból gyorsan kivonható és az iparba átcsoportosítható munkaerővel
komoly növekedést és fejlődést tud produkálni, akkor ez a 7-8-9%-os növekedés, ez elfogadható és valószerű. Kína azért érdekes, mert ugye már Godzilla óta tudjuk, hogy a méret számít. A Kína nem volt kicsi korábban se, de ez alatt a 30-40 év alatt akkorára nőtt, hogy ma ez az ország, akárhogyan számoljuk, az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb méretű gazdasága. Az Egyesült Államok gazdasága körülbelül ebben az évben olyan 22 000 milliárd dollár bruttó hazai termék, Kína pedig 16 000 milliárd, és a harmadik Japán 5-tel. Tehát több mint háromszor akkora ma már a kínai gazdaság, mint a japán, és akkor a többiek még ugye nem is jöttek számításba. Most miért érdekes ez? Ez azért érdekes, mert a világgazdaság növekedésének, más országok növekedésének a lehetőségét és valóságát Kínának ez a 30 éves kirobbanó előrehaladása rendkívüli mértékben felgyorsította és megkönnyítette. Kína volt a világgazdaság növekedéséből évente a kétharmadot, 70%-ot adó lehetőség, elsősorban nyilvánvalóan kereslet oldalról, és ez most nem lesz. Aminek vegyes hatása van, mert van egy olyan hatása, hogy ez a bizonyos növekedési húzóerő, ami Kínából átáramlott többek között az Egyesült Államokba is, meg Európába is, a német iparba, ez most kiesik. Másrészt, ami legalább ilyen fontos, az energiaválságot, vagy akárhogy is nevezzük, az energiaproblémákat enyhíti most az, hogy Kínának nem növekszik tovább az energiaimportja. Tehát ennek van rövid távon, ha úgy tetszik, jó hatása is. Na most miért mondom ezt el? Mert akkor még lehetne beszélni Indiáról, meg egy csomó minden más országról is lehetne és érdemes lenne legalábbis ebben a körben mindenképpen beszélni. De ugye ez azt jelenti, hogy ha nem lesz háború, mert arra nem tudok válaszolni, hogy lesz-e vagy nem lesz, akkor is megváltozik az egész világgazdaságnak a konfigurációja és természetrajza, mert sokkal inkább arról van szó, hogy más növekedési forrásokat és más növekedési ékeket kell keresni, mert Kínának ez a fajta növekedési húzó ereje megszűnt. Kína közben, ugye, hogy a politikai részéről is mondjunk valamit, egyfajta stratégiai versenytársá vált, tehát most már nem partner, hanem egyértelműen az Egyesült Államokban mind a két párt vezetőképviselői arról beszélnek, hogy kihívássá, veszélyé versenytársá vált, ami annyit jelent, hogy most már az amerikai, sőt egyre inkább az európai tőkének is az az érdeke, hogy nem csak, hogy ne fektessen be többet, mert már nem fog olyan gyorsan növekedni Kína, hanem még annak a befektetésnek, amit eddig teljesített is, az egy részét hazahozza, mert fél attól, hogy Tajvannal kapcsolatban háború fog kitörni a indo-csendes-óceáni térségben. Hogy ennek milyen hatása van, ezt most nem érdemes elemezni, mert ugye megint azt mondom, hogy lesz-e háború, nem lesz háború, azt nem tudom, de az biztos, hogyha Magyarországon van egyáltalán kormány közelbe olyan agytrust, vagy gondolattartály, think tank, amelyiknek mondjuk a szavára még hallgat valaki, akkor ezeken el kell gondolkozni, és világosan az Egyesült Államok és az Európai Unióba való még mélyebb gazdasági integráció lehet a válasz ilyen körülmények között, és nem a kelet további föllendülésében reménykedni, mert ahelyett sokkal inkább a stagnálás lesz ott, hanem éppen visszaesés, lásd Oroszország. A minap Martin Wolf egy konferencián voltam, és ott egész egyértelműen azt mondta
körülbelül, amit Lajos, még kiegészítve azzal, hogy az igazán nagy változás, amit ma látunk a világban, hogy Oroszország letűnik, lebukik, és Kína feljött. És ez a mi keleti nyitásunk kapcsán, amiben benne volt ugye Oroszország is, azért azt mutatja, hogy hát onnan nagyon sok jót várni nem lehet. Ami a Rubinit illeti, én nagyon kedvelem az írásait, mert rendkívül logikus, világos, amiket mond. A jóslatait, azokat nem venném készpénznek. Az elmúlt 14 évben, tehát a 2008-as válság óta én nem emlékszem olyan évre, amikor ő ne jósolt volna valami Armagedont a világban. Na most ez egyszer bejöhet, de ez nem igazolja visszamenőleg azt a 15 tévedést, amit egyébként elkövetett. Ettől függetlenül intellektuálisan rendkívül színvonalas és élvezetes, amiket ír. Tehát én nem lehet leradírozni, de én ettől még nyugodtan alszom. Én leragadtam Lajosnak egy korábbi bekezdésében elhangzott utolsó két szaván, vagy három szaván, nem fog változni semmi sem. Ugye az Európai Uniós kérdésnek a végére mondtad ezt, hogy és egyébként meg nem fog változni semmi sem. Azért ezt én szeretném, hogyha egy kicsit kibontanád, és annyi segítséget adnék hozzá már, hogy mire is vagyok kíváncsi, hogy azért nagyon sokan vannak, akik úgy látják, hogy észbe kapott a kormány, olyan döntéseket hozott, amelyeket korábban nem nagyon, ugye, hát épp az osztogatás után a megszorítás, most ezt senki nem fogja áthallásnak tekinteni, hogy azért leállították a beruházásokat, a még el nem kezdetteket, nem fizetnek bért a tanároknak, és így tovább, tehát, hogy van egy erős visszakantál, vagy minek hívják, meghúzás is, ami akár át is viheti ezen a völgy szakaszon az Európai Uniós pénzekhez való hozzájutás utáni időkig átvezetheti a kormányt, és akkor így menedzselni lehet ezt a nem válságot, de nehéz időszakot. Tehát ha nem változik semmi, arra vonatkozik, hogy ugyanilyen felelőtlen lesz a gazdaságpolitika, amit neveznek populista, nacionalista, stb. Nek is. A lényeg az, hogy nem áll át a magyar gazdaság a versenyképesség növekedési pályájára. Rövid válasz? Bocsánat, nem. A helyzet annyira súlyos, ma azt olvastam, hogy bizonyos stadionokban a gyepfűtést is megszüntetik. Nem vagyok aktív a jóslás üzletágban, úgyhogy a Ferinek a mentő kérdésére valószínűleg nem tudok csillagos ötöst eredményező választ adni. Történelem alternatívákban fejlődik, és ez vonatkozik a politikára is, a gazdaságpolitikára, a szakpolitikákra, a közpolitika minden ágára, és természetesen a közpolitika pedig be van ágyazva a pártpolitika még szélesebb körébe. Következésképpen tisztán hatalmi kérdés az, hogy Magyarországon adott esetben változhat-e a gazdaságpolitika, és annak eredményeképpen az a helyzet, amiről eddig beszéltünk. Ez egy, tudom, nagyon általános megjegyzés, de sajnos nem látok a jövőbe, tehát nehéz lenne ennél okosabbat mondani. Amit viszont fontosnak tartok elmondani, az az, hogy hát azért ne tévesszük össze a szezont a fazonnal, és ne nevezzük a magyar kormány jelenlegi gazdaságpolitikáját megszorító jellegű gazdaságpolitikának, mert azért a megszorító gazdaságpolitikáknak szokott lenni legalább két szempontból értelme. Az egyik az, hogy amikor a üzleti ciklus úgy alakul, hogy éppen egy lefele irányuló szakasz van, akkor helyesen a költségvetési politika legtöbb esetben a pénzpolitikával támogatva lazul, hogy
többletkeresletet támaszson akkor, amikor a magánszektor kereslete bármilyen oknál fogva visszaesik. Ezt hívjuk anticiklikus gazdaságpolitikának. De a másik irányban is, amikor a magánszektor kereslete nem visszaesik, hanem növekszik, és amikor egy fellendülési szakaszban vagyunk, akkor pedig az volna kívánatos, hogy akkor legyen a költségvetési politika szigorodó, támogatva olyan monetáris intézkedésekkel, amelyek a két gazdaságpolitikai ágnak az összhangját felerősítik és meghatározzák. Most Magyarországon nem erről van szó. És az pláne, ami a második követelmény, hogyha egyébként kell akármilyen oknál fogva megszorításokat tenni, akkor azt ne észszerűtlenül csináljuk már, hanem ésszel. Mert az nem megszorító, észszerű gazdaságpolitika, hogy két hétig elhalasztunk, vagy két hónapig elhalasztunk bizonyos minisztériumnak a kifizetését. A megszorító gazdaságpolitika esetén is fontos, hogy a strukturális változásokról nem mondjunk le, és adott esetben, hogyha látjuk, hogy bizonyos folyóköltségvetési kiadásokban felelőtlen túlköltekezés volt, akkor például meg kell szüntetni néhány olyan állami intézményt, ami nem csak hogy sokba kerül, hanem teljesen fölösleges, sőt káros is. Első helyen említem az oktatással kapcsolatban ugye a Klikket, ahol több mint 1000 ember dolgozik, és azok mind azt gondolják, hogy amit ők csinálnak, az fontos. Rossz hírem van, amit ők csinálnak, az nem, hogy nem fontos, hanem káros. Tehát az úgy lehetne kivágni a magyar költségvetésből, hogy mindenki jobban járna, mert egyrészt lenne folyóköltségvetési megtakarítás, másrészt pedig az iskolák felszabadulnának egy teljesen fölösleges intézménynek a gyársága alól. Magyarországon azonban nem erről van szó, hanem az előbb említett két hónapra elhalasztjuk a költségvetési költekezést. Visszatérve ahhoz, amit a Gyuri ugye azzal kapcsolatban mondott, hogy milyen növekedési forrásai lehetnek 2023-ban, 2024-ben a növekedésnek. Ugye nem említetted az egyik legfontosabbat, a beruházásokat. Igen, de hogyha lenne igazi anticiklikus gazdaságpolitikára szaktudás meg igény, akkor a beruházások, az állami beruházások és fejlesztések növelése szokott lenni a legfontosabb fegyvere és eszköze ennek az anticiklikus gazdaságpolitikának, mert annak ráadásul az úgynevezett tovagyűrűző, csúnya szóval multiplikatív hatásai olyan mértékben megnyomhatják a keresletet, hogy ez a gazdaság egészének a növekedését sokkal inkább megalapozza. Na, de erre nincsen szó. Eszükbe sincs a fiúknak, hogy ezen a területen olyan gazdaságpolitikát folytassanak, ami megfelel az anticiklikus gazdaságpolitikából fakadó szakmai követelmények, másrészt meg netán véletlenül még a gazdaságnak is jót tennének azzal, hogy bizonyos területeken, ahol a fejlesztések nagyon megálltak és nagyon elmaradottak, ott lehetne bővítő beruházásokat, akár úgy is folytatni, hogy közben a folyóköltségvetésben a fölösleges kiadásokat lefaragom. Gyuri szeretne valami. Igen. Azt hiszem, hogy ezen a ponton sincs fundamentális különbség köztünk, de egy picit árnyalnám. A legfontosabb problémája a magyar költségvetési politikának, azon túl, hogy indokolatlanul laza volt az elmúlt 7 évben, és akkor kell szigorítania, ahogy a Lajos mondja, amikor lazítania kellene. Ehhez képest ennél még nagyobb baja van a magyar költségvetési politikának, hogy rettenetes volt a szerkezete az elmúlt 7-8 évben. Tehát például rengeteg beruházást finanszírozott, példátlanul sok beruházást finanszírozott, aminek egy jelentékeny része rövid távon GDP-t növel, mert béreket fizetnek, betont építenek be, vasat használnak fel, de utána a GDP-t fogyaszt, mert mondjuk a stadionoknak annyi jegybevétele nincs, ami a hidegvízre elég volna. A probléma az, hogy 27% volt a felhalmozási ráta Magyarországon,
ami az egyik legmagasabb volt az Európai Unióban, és kifejezetten olyan irányba ment, ami a termelékenység növekedést, a technikai haladást, a kutatásfejlesztést egyáltalán nem vitte előre. Na most ebből a szempontból ugye egy csapdahelyzetben vagyunk, mert a jó éveket nem használtuk fel strukturális reformok végrehajtására, nem használtuk fel olyan beruházásoknak a támogatására, ami előre vitte volna az országot, és itt van még egy nagyon fontos tétel, a magyar gazdaságpolitika kiugróan sok pénzt visszanemtérítendő módon is sok pénzt juttat a magánszektor, a magánüzletek számára. A GDP 6%-át éri el az a transfer, ami a költségvetésből uniós pénzekkel együtt megy a magánszférába. Ez nagyjából a kétszerese az OECD átlagának, és ezeket is új módon adja a magyar kormány, egyébként sajnos ez máshol is van Európában, hogy ugye vissza nem térítő juttatásokat ad a magánszférának. Na most ingyen pénzt adni a versenyszférába, annak két következménye van. Az egyik, hogy vagy leviszi a megtérülési követelményeket, és abszolút hatékonytalan beruházásokat finanszíroz, vagy ellopják, bocsánat, van egy harmadik is, a kettő kombinációja. És azt gondolom, hogy Magyarország ezt csinálta. Tehát ahol lehetne valamit megtakarítani, az például, hogy ingyen pénzt nem szabad adni. Hogy valamennyivel puhább pénzt ad a magánvállalkozásnak, mert hogy nem volt elég tőkeakkumuláció, fiatal a rendszer, szocializmus volt előtt, az rendben van. De a visszanemtérítendő ingyen pénz, az totál szembe megy a piacgazdaság logikájával. Na most ebből a szempontból én egyébként egyet fogunk érteni, én üdvözlöm, hogy a kormány ezt a 2000 milliárdot elhalasztotta. Ez nettó nyereség a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak, mert ennek a 80%-a teljesen... Mármint a beruházás. A beruházás, mert ennek a 80%-a tök értelmetlen volt, vagy lett volna. Úgyhogy én ezt üdvözlöm kvázi. A baj abban van, hogy akkora a költségvetésnek a hiánya, hogy megszorítást kellett csinálni. Farkas Zolinak van egy remek összeállítása, amiben kimutatja, hogy jóval nagyobb a megszorítás mértéke, mint 2006-ban vagy 95-ben volt. És azért, mert előtte ugye kiöntöttek egy csomó pénzt, ezt még megfejeli a cserearányromlás, és ezen a ponton kell a GDP 6-7%-ának megfelelő megszorítást csinálni. Mert nem csak a beruházásokat halasztotta el a kormány, hát van 840 milliárd forint adóemelés. Van körülbelül 140, és vita van, hogy 140 és 270 milliárd között mennyi a rezsi kiadási töblete a háztartásoknak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon vaskos megszorítás, amit látunk. Pont akkor, amikor bizony, hogyha a németek 200 milliárd eurónyi támogatást adnak a lakosságnak és a vállalatoknak, mi meg 2000 milliárd beruházást halasztunk el, 840 milliárd adót vetünk ki, és az önkormányzatokat tönkretesszük, és még van egy nagyjából a középérték 200 milliárd, amit a háztartások fizetnek ki a rezsi többletben. Úgyhogy azt kell mondani, hogy a baj abban van, hogy a költségvetés folyó kiadásaiból lehet mit megtakarítani, még a Lajos után szabadon. 130 milliárd forint megy a köztévére, a közmédiára. Itt ebben a teremben mondhatom, hogy ennek az én ízlésem szerint a háromnegyede tök fölösleges. 120 milliárd forintot, 120 milliárd forintot költ a kormány propagandára, aminek, nem tudom, annak szerintem majdnem az egésze fölösleges. Hát az ő szempontjukból, anélkül nincs kormányzás. Nem, köztévé kellene, csak nem ez. Hát jó, mindegy, én ebben konzervatív vagyok. Ez egy másik vita. Megengedőbb vagyok. Tehát ez nagyon-nagyon sok pénz. Kifizetett a kormány teljesen értelmetlenül az év elején 670 milliárd forint adó visszatérítést. Milyen alapon, miből, hogyan?
Tehát nem csak az a baj, hogy végletesen meggyengítette a pénzügyi egyensúlyt, hanem ha ebből legalább a szociális szféra dolgozóit, az egészségügyi szakdolgozókat, az óvodapedagógustól az egyetemi tanárig az oktatást segítette volna, akkor azt mondanám, hogy igen, úgy rossz a pénzügyi egyensúly, ahogy van, de néhány fontos kérdésben változtattak, és előremutató irányban. A baj az az, hogy ebben az évben megint itt nyugdíjprémiumot fizetnek, ami egy agyrém. Nincs növekedés ugyanis a gazdaságban. 4,5-5% lesz a mért növekedés, de ha ezt korrigáljuk a cserearányromlás hatásával, akkor nulla növekedés van idén Magyarországon, a belföldön rendelkezésre álló reáljövedelem nulla. Ebből a nullából fizet nyugdíjprémiumot a rendszer, akármilyen csekély összeg, de az önállítás, hogy itt van nincs növekedés. Nulla növekedés van, jövőre is nulla növekedés van. Következésképpen azok a súlyos strukturális problémák, ami az oktatás rendszerét, nem csak a béreket illeti, a rendszerét illeti, az egészségügynek nem csak a béreket, hanem rendszerét illeti, a szociális ellátásnak nem csak a béreket, hanem a rendszerét illeti, azokra többletforrás nem jön létre az elkövetkező 2-3 évben, viszont úgy lehetne csak ezeken a területeken megindulni, ha bizonyos társadalmi csoportok, társadalmi rétegek, bizonyos célok terhére csoportosítanak át jövedelmeket. Tehát például nem kell visszanemtérítendő beruházásokat adni, vagy támogatást adni olyan nagyvállalkozóknak, mondjuk a idegenforgalomban, a hotelépítésekben, akik úgy is megépítik ettől függetlenül is, amit meg kell építeni. És egy csomó ilyen van, ezeket le lehetne venni, ezek bizonyos forrásokat biztosítanának. Egy sor helyen végig kéne nézni, ahogy Lajos mondja az egész költségvetést, hogy hol van az, ahol meg lehet takarítani. Én a hagyományos folyókiadásokban nagyságrendi megtakarítási lehetőséget nem nagyon látok, de abban, hogy hülyeségeket ne finanszírozzanak, például, hogy Széchenyi kártyát. Ilyet nem lehet csinálni, hogy egy 20%-os inflációnál 5%-os hitelt adok. Hát egyrészt akkor adok egy pofont, majdnem mondtam minek, hát szigorít egyik oldalon, másik oldalon meg nem működik a szigorítás. Még annyira sem, mint amit én kritizáltam, hogy miért kritizálom. Utána néztem, 1996-ban volt utoljára ilyen infláció, szerencsém volt akkor a jegybankban ülni, akkor az irányadó kamat az 23% volt. Tehát csökkent az inflációs várakozás, és 23% volt a kamatszint. A 18%-os kamattól pláne, és nem volt Széchenyi kártya, és nem volt kamatbefagyasztás 7%-on. Egyszerűen a rendszer nem fog működni. Mindenki arról beszél, hogy jövőre lemegy évvégére egy számjegyűre az infláció. Szerintem kisebb csoda kell hozzá. Nem lehetetlen, ha véget ér a háború, ha beszakadnak az energiaárak, ha a forint árfolyama nem romlik, ha a bérek növekedése nem haladja meg a 10%-ot, ha, akkor lehet, hogy bekövetkezik a 10% alatti. De egyébként én bevallom, nem nagyon láttam még olyat, hogy 25-ről, mert ennyi lesz a teteje minimum az inflációnknak, 12 hónap alatt leszalad 8-9%-ra. Van egy jó népnyelvi megfogalmazása annak a gazdaságpolitikának, amiről beszéltetek, tehát hogy lefele, amikor fékezni kellene, akkor gyorsít, fölfele, amikor gyorsítani kéne, lassít, azt szokták mondani, hogy jaj, ismerjük, ez az, aki fölfelé sikít a hullámvasúton. Tehát ez a gazdaságpolitika. De amit többször szóba hoztatok különböző módokon, csak utalva rá, azt én élesebben fogalmaznám meg, hogy van itt egy klientúra, amelyik részesül függetlenül a versenyképességétől,
függetlenül attól, hogy tényleg jó befektetése az ő támogatásuk, és ez egy egyre nagyobb, egy óriási klientúra, de mekkora? Tehát, hogy kell ez gazdaságpolitikai problémának tekinteni, amire ilyen, tehát de csak árnyaltan mondta a Gyuri, hogy azért olyanok kapják esetleg a pénzt, akik nem biztos, hogy megfelelően használják föl. Tehát, hogy ez egy alapprobléma-e, és komolyan kéne vele foglalkozni, vagy kinőheti ezt a gazdaság? Ezt néhány évvel ezelőtt úgy fogalmazta meg egy tanácsadó, ideológus, hogy ez nem korrupció, ez a politika. És úgy tűnik, hogy neki volt igaza. Én csak a probléma nagyságrendjét szeretném. Én nem ismerem, nem tudok tisztességesen válaszolni rá. Egy szeletét, és lehet, hogy nem is a leglényegesebb szeletét mondanám. Létrehozta a Magyar Nemzeti Bank a növekedési kötvényt. Azt a növekedési kötvényt, ami egy példátlan dolog, nem az a példátlan, hogy egy bankok esetleg válságban kötvényt, vállalati kötvényt vásárolnak, mert ilyet nyugaton is látunk, hanem az, hogy elsődleges kibocsátásban vásárolnak, és a kibocsátott összegnek a 70%-áig megy el a Nemzeti Bank ezeknek a lejegyzésében, és 15 évre megint csak nulla kamaton finanszírozza meg, amire a közvetítő bank még 2,5%-ot rápakolt. Ezzel a következő probléma van. Az egyik probléma az, hogy ez 1500 milliárd forint volt, semmilyen indoka nem volt a növekedési kötvénynek, azon túl, hogy a NER-hez közel álló vállalkozásoknak a bankhitel limitjei beteltek, és nem tudtak a bankoktól hitelt felvenni már. Ezen túlmenően viszont az 1500-ból 60%-ot a kormányhoz közel álló üzleti csoportok vettek föl. Ezeknek a befektetéseknek a 80%-a véletlenül sem exportorientált fejlesztéseket finanszíroz, és itt ezen a területen valóban extra profit keletkezik, mert gondoljuk meg, hogy egy 2,5%-os kamatozású kötvény, amit 15 év múlva kell majd visszafizetni, egy összegben ugye a kötvényt a végén kell visszafizetni. Ez azt jelenti, hogy a 20-25-30%-os termelői árindex mellett, mert a termelői árindex jóval magasabb, mint a fogyasztói árindex, évente egy harmadával amortizálódik az adóssága. Évente, anélkül, hogy bármit csinált volna, az lenne egyébként a legjobb, ha nem csinált semmit, és a pénz csak tartja, de ha nem csinált semmit, akkor is 30%-kal eliminálódik az adóssága, és jelen értéken 15 év múlva körülbelül 100 forintot 10-ből fog visszafizetni. De ennek ára van a gazdaságban. Ezt az árat pedig a Magyar Nemzeti Bank mérlegében látjuk, mert a Magyar Nemzeti Bank ezt a többletlikviditást kénytelen kiszívni a rendszerből, kénytelen sterilizálni, és amit kihelyezett 0%-on, az szerény 18%-on szívja ki a rendszerből, mert most az overnight betétekre 18%-ot fizet. Innentől kezdve ez nem atomfizika, ezen az 1500 milliárdon évente bukik a Magyar Nemzeti Bank, hát 1500, majdnem 3000 milliárdot, vagy 300 milliárdot, 15 év alatt 4500 milliárdot. De nem csak ezen bukik a Nemzeti Bank, mert a növekedési hitelen és az államkötvényeken majdnem hasonló a helyzet, 10000 milliárdot kell így kiszednie. Ezen az éves költsége a Nemzeti Banknak 1000-1200 milliárd, mármint a vesztesége. Ezt valakinek meg kell fizetni. Vagy inflációban fizetjük meg, vagy a tanárok bérében. Tehát nem tudom, hogy hány emberre terjed ki, de az az üzleti csoport, amelyik például ennek az 1500 milliárdnak a 60%-át kapta, az egy eszelős költségvetési adófizetői szponzorációban részesült. Visszatérve még egy mondat erejéig a Gyuri korábbi megjegyzésére, ami ahhoz kapcsolódott, hogy szerencsétlenül megemlítettem, hogy az anticiklikus gazdaságpolitika
igazából leginkább akkor tud jól operálni, hogyha a költségvetés szempontjából egészen rugalmas és egyedi döntések alapján meghozható, megfinanszírozható beruházások oldaláról közelíti meg ezt a gazdaságpolitikát. Teljesen jogos a válasz. Egy ilyen országban, amikor a beruházási összegeknek nagy részét elpazarolják és ellopják, akkor a tankönyvi jellegű anticiklikus gazdaságpolitika hiányának akár örülhetünk is. Ez azért, ezt mondtad. Én csak lefordítom a magam egyszerű primitív nyelvére, mert hiszen ebből akarok tovább menni, hogyha Magyarországon semmi sem úgy van, ahogy van, mert van egy olyan önkényuralmi rendszer, amelyik a gazdaságban egy oligarchikus berendezkedést kényszerített rá az országra, ami a maga merevségével, extra profitjával amúgy sem a gazdaság fejlődését, hanem a saját szűk oligarchikus rétegnek a meggazdagodását és annak a hatalomba való beágyazását szolgálja, akkor ugye csak az a kérdés merülhet föl, hogy visszajutunk-e valaha egy olyan állapotban, hogy jogállam épül ki újra és ismét Magyarországon. És lám, milyen fontos ez. Pusztán a gazdaságpolitika szakszerűsége, észszerűsége és nyilvános számonkérhetősége szemszögéből is mennyire fontos ezek szerint a jogállam. Ha nincs jogállam, akkor minden a feje tetejére áll, és akkor azok a tankönyvi ízlésű elképzelések, amelyek egyébként anticiklikus gazdaságpolitikát igényelnének, azok nem valósulnak meg, és örülni kell annak, hogy inkább prociklikus gazdaságpolitika van. De ennek mégse kell örülni, mert ugye, ha recesszió idején, vagy stagnálás idején egy országban úgynevezett prociklikus gazdaságpolitikát folytatnak, akkor az a görög helyzethez hasonlít, ami 2010 és 2012 között volt megfigyelhető. Ugye, ha egy ország elővi a puskaporát a fellendülés idején, mert akkor is keresletnövelő prociklikus gazdaságpolitikát folytatott, akkor a visszaesésben csak a közül választhat, hogy ismét vagy prociklikus gazdaságpolitikát folytat, vagy pedig bekövetkezik az államcsőd. Én azért nem zárom ki teljesen a lehetőségét annak sem, hogy miután a fiúk előbb-utóbb politikailag tarthatatlannak fogják tekinteni azt, hogy ilyen úgynevezett megszorító intézkedéseket vezetnek be, és a gazdaság ennek következtében nemhogy nem fog növekedni, hanem további visszaesés jut osztály részünkül. Előbb-utóbb valaki föl fogja majd azt találni, hogy na jó, akkor ebből elég, és újfent valami növekedésre van szükség. És akkor ugye abban a csapda helyzetben leszünk, hogy hát nem örülünk a pénz elköltésének, mert úgyis ellopják, illetve rosszul fektetik be. Ennek az egésznek a hátterében szerintem az a torz gazdasági szerkezet áll, ami úgy néz ki, hogy ez a bizonyos oligarchikus rend, ez mindazokat a területeket elfoglalta, amelyek elsősorban a belföldi piac bekebelezésére vonatkoznak, és egy duális, megkettőződött gazdasági szerkezettel állunk szembe, mert viszont az export szektort szinte teljes egészében átengedte a külföldi tőkének, amelyet ráadásul még támogat is, részben azért, hogy politikai kedvezményeket nyerjen magának az Európai Unióba, részben azért, mert egyébként anélkül nem vagyunk versenyképesek, és nem jönnek ide. És ez megint azt jelenti, hogy olyan csapdahelyzetbe került a kormány, ahol a továbbiakban elszívható és monopolizálható jövedelem az nem fog olyan ütemben bővülni, ami ennek a önkényuralmi politikai struktúrának a fenntartásához
elegendő. És ez az, amiben lehet reménykedni, mert azt gondolom, hogy innentől kezdve a magyar társadalom előbb vagy utóbb még a jogállam hiányában is, tehát a sajtószabadság és sok minden más hiányában is, előbb-utóbb föl fogja tenni azt a kérdést, hogy miért szakadunk le Romániához képest. Az jutott eszembe, hogy akkor ezt úgy változtatnám meg a népnyelvi megfogalmazást, hogy ezek lefelé is lopnak, felfelé is lopnak, tehát hogy ez egy ilyen speciális hullámvasút. Nagyjából úgy érzékelem, hogyha van még valami, amit szeretnétek elmondani, akkor lesz alkalom majd a kérdésekbe beépítve. Tehát, hogy körülbelül itt lenne vége a beszélgetésnek. Bokros Lajosnak és Surányi Györgynek köszönöm szépen.